Atyától, és az ő Szent Fiától, a Krisztus Jézustól. Amen. Kedves testvérek, első számú kántorunk Olaszországban, második számú kántorunk Innsbruck-Hasspringen, úgyhogy szeretem nekem a gyülekezet, hogy énekeljük be, mégpedig a 135. Zsoltáronak az első verszakával, a 135. Zsoltáron első verszakával énekeljük el. Áldjatok az Úr nevét, akik néki szolgáltok. A 135. Zsoltár első verszakát énekeljük el a kapella most hangszer nélkül. Ahogyan az írva található a Korintusiakhoz írt első levélből,
A kalauz alapján olvastuk most nemrégiben a 15. részt, egész most a mai igét is olvasni fogom benne a végén, a 30-tól 58-ig terülő szakaszban. Tehát a tegnapi, meg a mai igét a kalózból olvasom, testvérnek. Miért vállalunk veszedelmet minden percben? Naponként a halállal nézünk szembe, írja vallja a Pál apostol, olyan igaz ez, testvéreim, mint a veletek való dicsekvésem az Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Ha csak emberi módon küzdöttem a vadállatokkal Efézusban, mi hasznom belőle? Ha halottak nem támadnak fel, akkor együnk és ígyunk, mert holnap úgyis meghalunk. Ne tévedjetek! A jó erkölcsöt megrontja a rossz társaság. Lehetek valóban józanok és ne védkezzetek, mert némelyek nem ismerik az Istent. Meg szégyenítésekre mondom ezt. De megkérdezhetné valaki, hogyan támadnak fel a halottak? Milyen testben jelennek meg? Esztelen. Amit vetsz, nem kell életre, amíg előbb el nem rothat. És amit elvetsz, azzal nem a leendő testet veted el, hanem csak a magot. Talán búzáit. Vagy valami másét. De Isten olyan testet ad annak, amilyet elhatározott. Mégpedig minden egyes magnak a neki megfelelő testet. Nem minden test egyforma, hanem más az embereké, más az állatoké, más a madaraké és más a halaké. Vannak mennyei testek, és vannak földi testek. De más a mennyiek fényessége, és más a földieké. Más a nap fényessége, más a hold fényessége, és más a csillagok fényessége, mert egyik csillag fényességben különbözik a másik csillagtól. Ezért mondjuk azt a hitvallásunkból, hogy hiszem a test feltámadását. Ezt mondjuk minden egyes alkalommal, amikor elmondjuk a hiszek egyet. Hiszem a test feltámadását. Nem a lélekét, a testét. Így van a halottak feltámadása is. Elvetetik romlandóságban, feltámadhatik romolhatatlanságban. Elvetetik gyalázatban, feltámadhatik dicsőségben. Elvetetik erőtlenségben, feltámadhatik erőben. Elvetetik érzéki test, feltámadhatik lelki test. Ha van érzéki test, van lelki test is. Így van megírva, az első ember Ádám élő lény lett, az utolsó Ádám pedig, mármint Krisztus Jézus, megelevenítő lényekké. De nem a lelki az első, hanem a földi, azután a lelki. Az első ember földből, porból való, a második ember mennyből való. Amilyen a földből való, olyanok a földiek is, és amilyen a mennyből való, olyanok a mennyeiek is. És amit viseltük a földinek a képét, úgy fogjuk viselni a mennyeinek a képét is. Azt pedig állítom, testvéreim, hogy test és vér nem örökölheti az Isten országát. A romlandóság nem örökli a romolhatatlanságot. Íme, titkot mondom nektek, nem fogunk ugyan mindjárt elhunni, de mindjárt el fogunk változni. Hirtelen egy szempillantás alatt az utolsó harsona szóra, mert meg fog szólalni a harsona, és halottak feltámadnak romolhatatlanságban, mi pedig elváltozunk. Azt pedig, mert e romlandó testnek romlatlanságba kell öltöznie, és e halandónak halandóságba. Akkor pedig ez a romlandó romlatlanságba öltözik, és ez a halandó halandóságba öltözik, akkor teljesül be, ami meg van írva, teljes a diadal a halál fölött. Halál. Hol a te diadalod? Halál. A halál fullánkja a bűn. A
ad-e nekünk a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ezért, szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek. Buzgolkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy feladatotok nem hiába való az Úrban. Eddig az Isten igéje, Isten áldotta az igéjét, annak hallását, megértését, szívbefogadását, hogy elgondolkodok rajta és életet munkáljon bennünk, álljon fel és válaszképp az igére. Imádkozzunk. Szentelemosság egy örök Isten, aki uralkodsz mindenek fölött, hogy ilyen nagyon szeretsz bennünket, hogy így közel jössz hozzánk, így elmagyarázol nekünk teleményeidnek, akik olyan nagynak és Istennek képzik magunkat, hogy igazából mi az élet, mi a világ, mi mindent szereztél te nekünk a te kegyelmedből. Elned lázadó teremnyének, éppen az a baj, hogy mi képzik magunkat Istennek és mindenek urának, aki kezében tartja a sorsát, jövőjét, mindent tud és megold, miközben a világon semmit nem old meg, miközben semmi, de semmi nincs a kezében, és minden akár egy másperc alatt elvétetik tőle. Megalázom magunkat előtted, felséges szerető Isten. Légy hozzánk kegyelmes. Bocsánj el minden önfejűségünket, kemény szívűségünket. És segíts, hogy megérthessük a te akaratodat és teljesíthessük azt. Segíts, hogy meglássuk és megértsük, hogy mit akarsz te velünk. Olyan jó és hálásan köszönjük, hogy neked terve van velünk. És nem rejted vég alá, hanem el is mondod. Én mi szeretnénk érteni. Szeretnénk tenni. Szeretnénk belesimulni abba a tervbe, amit te akarsz velünk. Még akkor is, ha az bizony sokszor ellenkezik azzal a tervvel, ami a miénk magunkkal kapcsolatban. Engedd hinni sziklaszilárdan azt, hogy az a terv, ami a tiéd, az sokkal jobb, mint a miénk. Légy áldott, te sokkal többet látsz, mint mi. És ebben a hitben segíts nekünk megerősödni. Segíts téged látnunk. Téged figyelnünk, és még a nem szeretem dolgok közben is háladással boldogan téged képvisel. Kérünk, hogy mutasd meg magad mindenkor. Így várom most is alázattal, hittel. Mert tudjuk, hogy jössz, és szólsz és üzensz. Hiszünk, várjunk. Köszönjük. Tessnek el foglalni, kérem, és a 331-es számú énekünket keressük ki, a 331-es számú énekünket. Erői reményem, ó Isten, csak te vagy. Ennek az első két verszakát énekeljük fel. Erői reményem, ó Isten, csak te vagy. Magamra, ó, ne hagyj, ne rítő.
Isten üzenetét hirdetni kívánom, ami éppen a mai napra rendelt újszövetségi szakasznak a legvége, ami így hangzik. Ezért, szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgolkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiába való az Úrban. Eddig az írott igazakasz. Kedves testvérek, tele és tele vagyunk tervekkel mindenki. Hát amikor házléped valakkal, akkor végképp pontosan kiszámolja, mit hova tesz, és az életünk is, mint egy ház, úgy működik, az ember kiszámolja, hogy mit hova tesz, mit hogyan csinál, vannak rövid és vannak hosszú távú céljaink. Éveket és évtizedeket próbálunk helyesen megtervezni, eltervezni. Van, aki rövid távon tervez, mert már csak napi vannak hátra. Találtam ezt a képet, ki tudja, mi ez? Ez cigaretta, úgy van. Mégpedig, hogy a várt boldog legyen, Terv nevű cigarettának hívták, hogy amikor az ember pöfékel, még akkor is az 5 éves terven járjon az agya, hogy azt megvalósítsa, és erőt gyűjtsön hozzá a pöfékelésből. Szóval rövid távú és hosszú távú céljaink vannak, kinek milyenek. Ha egy nap van hátra, akkor már egészen másképp tervez valaki. Megdöbbentő, hogy mennyire átrendeződnek a hangsúlyok. Hogy egészen más ez fontossá és értékessé, mint korábban. Átváltozik az érték fogalma. Leértékelődik a pénz, a hatalom, az érvényesülés, a testiség, az anyagiasság, és egyre inkább marad a lelki, a szellemi érték, ami sokkal-sokkal fontosabb. Még ennél is erősebb a rendeződés, akinek már csak percei vannak hátra. Illetve én magam is lelkészként tapasztalom azt, hogy olyan nagyon nyomorúságos, szánalmas az, amikor valaki még az elmenetele közben is, vagy ahhoz közel is, fizikai létében már szinte teljesen korlátozottan, kétségbe esetten markolja azt, amiről azt hiszi, hogy a valódi érték, és ami valóban az övé. Már csak azért is, mert alig van mellette már valaki, vagy nincs mellette senki. Mert az életében soha nem ez volt az érték. És amerre az ember megy, oda fog megérkezni. És szomorú látni, magányos, a vagyont, a pénzt görcsösen markoló, nyomorúságos embereket meghalni. Csak Isten választja el tőle, mármint a pénztől meg a vagyont, amit markol, amikor az Isten fogja és lezárja az életét. Úgy mondjuk ezt, hogy lezárul a kegyelmi idő. Pedig ő még az örökké valóságba is magával vinni. Hát itt temették el a fáradókat, nem? Vagyonnal. Hogy viszi magával az örökké valóságba is. Vitte? Vitte? De hogy vitte? A síralóban vitte. Ők örültek neki. Amikor kirabolták a sírókat egymás után. Semmit nem visz magával az ember. Semmit. Jézus Krisztus bűntörlő, határtalan szeretetét
azt viheti magával. Meg annak a nyomait az életében, annak a lenyomatait a kapcsolataiban, a környezetében azt viheti magával. Annak a nyomát. De az nincs, akkor nem is semmi. Az ember erre pedig olyan törékeny, és mégis olyan sokszor, olyan nagyra tartja magát. Aztán egy betegsége, nem vár fordulat, egy csalódás, és olyan picivé lesz még a leghatalmasabb is. Emlékszem képekre, egyet kisvédek nektek, kik az a nágrános pár, tudjátok kik? Ez az bizony, ez az. Amikor a hős Ceausescu és feleségét elfogták, másfél óra alatt lefolytották a tárgyalást, majd kivégezték, agyonlőtték. Először nem hitték el, hogy mi történik velük. Nem fogták fel. Aztán rettentően megrémültek. De még ott is játszották az a szerepet, amit egész életükben játszottak, egészen halálukig. Egészen aha. Bár végig valakinek képzelték magukat, jótevőknek, becsületes szent embereknek, a világ minden nagy politikusával, vezetőivel, királyokkal, államelnökökkel, tudósokkal, művészekkel találkoztak, mert ők voltak valakik, arra méltó emberek, mégis a mai világ megítélése szerint egyértelműen diktátorok és semmik voltak. Bár nagyon jól nézett ki, amikor emberek tízezrei éltették őket, látszólag szívből, de valóságban nem volt értéke. Nem volt valódi értelme az életünknek. Pedig még önmagukkal is tökéletesen elhitették ezt a valóságot. Legjobban ők hittek saját magukban. Az a mai kérdés, hogy mitől függ, hogy valaki életének mi az értéke. Hogy valaki életének mi az értéke, ki élhet értelmes, értékes életet. Mi óvhat meg bennünket attól, hogy ilyenné váljunk mi is? Vakokká. Ilyen nyomorúságosan vakokká, akik azt hiszik, hogy értelmes életet élünk, talán mi a körülmények is rájátszanak, és aztán egyszer csak egy ponton kiderül, hogy minden volt az élet, csak éppen értelmes nem. Isten igéje, amit a prédikációt felolvastam, az életnek hatalmas távolat ad, mert Isten az Úr Jézus feltámasztásával az örök valóságra hív meg bennünket, és azt várja, azt kéri tőlünk, azért hív minket erre az élet önmagával, hogy mi is Isten munkatársaiként ezt az életet, az örök életet munkáljuk. Ennek részeként éljünk már most. Mert így tudjuk vele közösségben az életünkből a legtöbbet kihozni már most. Hogy ebben a távlatban, ebből a távlatból nézve tervezzük az életünket, hozunk meg döntéseinket. Az örök életre nézve rendezzük be az életünket. Szóval mit mond ma egyéb arról, hogy ki élhet értelmes, értékes életet? Azt mondja az ige, hogy ezért tehát szeretett testvéreim, miután elmondja sok mindent a feltámadásról, a test feltámadásáról, egyetek szilárdak, rendíthetetlenek. Miben legyünk szilárdak,
miben legyünk rendíthetetlenek. Az Isten által adott szilárdalom azonban megáll, amelynek a pecsétje ez, ismeri az Úr az övét, téged meg engem, akit elhívott, és hagyja le gonoszt mindenki, aki az Úr nevét hívja. Szóval Pál apostol Isten gyermekének írja mindezt, vagyis neked írja meg nekem. Legyünk szilárdak Jézus Krisztus bűnbocsátó kegyelmébe. Ezt mondja. Legyünk szilárdak az Isten el nem múló, naponként megújuló, határtalan szeretetében. Legyünk szilárdak abban, hogy Jézusé a mi életünk. Mert ő a kereszten minden bűnökért tökéletesen eleget tett. Ahogy mondja megint csak nem Pál, hanem Péter apostol, ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket, akik egykor nem az ő néve voltok, most pedig Isten népe vagytok, akik számára nem volt irgalom, most pedig irgalomra találtatok. Szóval legyünk szilárdak ebben, abban, hogy életünk valódi végső és teljes célja az, hogy Krisztussal legyünk, vele közösségben. Már most egyre inkább, egyre szorosabban, egyre szilárdabban, és miközben megyünk ő felé, vele éljük az életünket, ő benne növekedünk, ő benne teljesedünk ki, ezen közben megyünk folyamatosan a cél felé. Mondom még egyszer, mindenki oda érkezik meg, ahova tart, amely irányba halad. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejdelmek, sem jelenlók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más termény nem választ el minket Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Hova tart az életet? Milyen szeretet jelent meg benne az, amely megbocsátja a bűnt? Ha ugyanis egyé lettünk vele halálának hasonlóságában, még inkább egyé leszünk vele Krisztussal az ő feltámadásának hasonlóságában. Egyé lenni vele a halálában azt jelenti, hogy meghalni a bűnnek. Vagyis, hogy él bennem Krisztus halála, mert neki vallom meg, neki mondom el, és általa kapom bocsánatot mindarra, ami az életemben nem az jókra teszünk való, ami bűn. Így folytatja Péter apostol az igéjét, hogy szeretteim, kérlek titeket, mint övényeket és idegeneket, tartózkodok a testi vágyoktól, amelyek a lélek ellen harcolnak. Vagyis, hogy ne a világ, meg saját belső vágyaim, bűneim, csábítások alapján éljek, hanem az Isten akarata szerint hozzáigazodva, inkább, mindenben inkább neki engedve, megharcolva a hitnemes harcát, mint ez a két, nem tudom mi ez itt állat, harcra egymással. Ilyen pont a bennem is a harc, hogy kinek engedek, hogy kit engedek előre, hogy kinek akaratát cselekszem, hogy mi alapján élek, hogy ránézzek, keresve, ráfigyelve, engedjek mindig inkább neki. Akkor már, ha neki engedek, akkor folyamatosan ő szilárdít meg a lelk által, hogy akinek szilárd jelen van, igen mondja, azt megőrzött teljes békében, mert benned bízik.
Bízzatok az Úrban mindenkor, mert az Úr a mi kősziklánk mindörökké. Testvérek, 2017 különösen fontos nekünk reformátusoknak, mert emlékszünk arra, hogy 500 évvel ezelőtt indult el a reformáció. És ez mi hatalmas hatás az egész világra, de bizony nekünk olyan a különösképpen is. Nekünk magyarok, akik akkor a Mohácsi vész után 1926-ban segítség és lelki támasz nélkül voltunk, és a török uralom alatt nem volt a Habsburg nyomás, és ez a szabadon fordulhattak is az emberek a magyarul elhangzó prédikátorok felé, lelki támasz kapva. És ha hitek, ha nem, a török uralom alatt lévő Magyarország, sőt nem csak az, hanem a többi magyar rész is, 80%-ban, több mint 80%-ban reformátussá lett. Hihetlen gyorsan elterjedt a református vallás akkor Magyarországon. Hihetlen mértékben. A török nem érdekelte, hogy milyen vallást követnek az uralma alatt lévő gyalogok, ha nem voltak mohamedánok. Teljesen mindegy. Hogy református volt, vagy katolikus, neki mindegy volt. Fizesse az adót, a dupla adót, tripla adót. Hogy aztán milyen hívon, milyen fajta vallásban hívja segítség az Isten, az nem érdekelt. Ezért terjedt el óriási mértékben Magyarországon a reformáció. De hogyan? Utána néztem, utána olvastam, úgy, hogy voltak papok. Persze ezek mind alapvében katolikus papok voltak, akik meghallották az örömhírt, akik találkoztak a reformációval, ezek mind-mind, majdnem mind voltak Wittenbergben, és találkoztak Melanchthonnal, Lutherrel, és személyesen hallották azokat a tanításokat, amelyeket ők képviseltek. És ezek katolikus papok reformátusokká lettek. Például Sztárai Mihály, akinek itt a képe, a szobra. Sztárai Mihály, aki mint felszentelt katolikus pap részt vett a Mohácsi csatában. Akkor már meghalt két érsek, meg öt püspök. Ő maga is részt vett benne két év múlva, 1528-ban. Mármint református prédikátor járta a délvidéket, a török által megszállt részt és prédikálta Krisztust. És csak ő maga 120 gyülekezetet alapított. És közben rengeteg üldözés, rengeteg fogság. Néztem az érdőnél, olvastam el, ide ment, oda ment, innen elüldözték, ott fogságba került. Állandó mozgás, nincs benne semmi állandóság, semmi nyugalom, semmi pihenés, hanem állandó menés, állandó próbák, állandó megpróbáltál az egész élete. Vagy Lévai Bíró Mátyás, egy másik reformátor, aki ugyanez, rengeteg utazás, üldöztetés, rengeteg tanulás, megkurcolás, mert az egri érsek az megmaradt, és ő mindent megtett a reformátorok ellen, és be is záradt, aki csak tudott. És elvitette Bécsbe, megverték, nagyon sokszor erőszakkal rá akarták menni, megtakanyítani, nem tagadta majd, és az a csodája, nem ölték meg, elengedték. És ment tovább, mint a buldózer, és hirdette az igét. Nagyon nehéz élete volt. Ez egy másik reformátor, ott van, amikor egy ilyen disputál, mint mondták ezt, próbálták revenni, megtagadja a hitét. Sztárai Mihálynak a képe, vagy Sztárai Mihály, vagy Szegedi Kis István, most hát ő a Szegedi Kis István, aki próbáltak rávenni. Ez egy emléktábla, hol is van? Gyulában, igen. Sztárai Mihály koraneves énekköltője, az első ismert magyar nyelvű drámaíró, a magyar reformáció alakja
563-ban Gyula városa és Gyula végvár prédikátora egy darabig. Nem sokáig. Aztán megint ment máshol van. És állandóan mindig megkurszolták, és ment, és ment, és így tovább. És ha nézném bármelyiket a reformátorok elődök között, mindezt tapasztalnám. Ezért szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek. Nem tudom, milyen nehézségem ide szemben, milyen próbák közt vagy. Buzgogatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradásból nem hiába való az Úrban. Kedves férek, befejezem lassan. Ki a szilárd? Ki az, aki elmondhatja magáról a szilárd? Az, aki mindenkor rendíthetetlenül buzgolkodik az Úr munkájában. Nem csak mint lelkész, dehogy is. Volt olyan reformátor, aki nem ígérető volt, hanem tanító. Tanár. És van olyan, aki kömüves. Aki takarító, aki mérnök, aki fűtésszerű, aki zenész, és ki tudja mi minden még. Mind arra hívott. Hogy életünkben, a magunk körülményei között, a magunk kornátai között a próbák, örömök, nehézségek, hálások közben is mindig őt mutassuk fel, ő ránézünk nagy reménységgel. A feltámadás bizonyosságában élni nem okoskodás, nem tudálékosság, hanem mindig hiteles, bizonyosságtevő, becsületben, tisztességben leélt, helytálló, hitvalló élet. A feltámadás, a testvérek, nem bizonyítékai vannak, hanem a feltámadásnak bizonyosságtevői vannak. Az mert tudjátok, aki értelmes életet él, az nyilvánvaló, hogy céltudatos. Aki pedig céltudatos, az alárendeli magát a célnak. Én tehát úgy futok, mint aki nem bizonytalan a cél. Úgy öklözök, mint aki nem a levegőbe vág. Hanem megsanyargatom magam, és szolgálva teszem a testemet, hogy amíg másnap prédikálok, magam ne legyek alkalmatlanná küzdelemre. Ezért a hív embernek az első kérdése mindig az, Uram, miben kell neked engednem? Uram, mi az, amiben vak vagy? Mondjuk hasonlóan, mint Ceausescu. Légy hozzám kegyelmes Istenem. Adj nekem látó szemeket. Ahogy te látsz engem, ha tudjam úgy látni én is magamat. Mert a világ, meg az én önző, új emberem, természetem, nem engedi úgy látni az igazságot, meg a valóságot, ahogyan az valóban van. Mi marad utána? Értékes vagy értelmes az életem. Ezért, szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek. Buzgogatok mindenkor az Úr munkájában, és tudjátok, hogy fáradásotok nem hiába való az Úrban. Amen. Álljunk fel és imádkozzunk.
Áldunk és magasztalunk, hogy rengeteg áldás, amelyet meglátod szemünk. Áldunk és magasztalunk, hogy te mindig és mindenkor látod a tiédet, és tudod, hogy mennyit bírnak, mi a képességeik, mennyire vannak megedződve, mennyire vannak készen, és te annak alapján használsz bennünket a dicsőségre. Áldunk és magasztalunk, egészen biztos, hogy miközben a reformátorokat ezeken a nehézségeken keresztül vitted, ezek közt a sok szenvedés között kellett élnünk életüket, ezek közben rengeteg elét adtad, hogy mennyire szeret őket, hogy mennyire velük vagy, hiszen 120 gyülekezet alapított, biztos nagyon sok szeretet és nagyon sok együttérzést kapott tőlük. És biztosan, hogy te jelen voltál az egész életében, és ő ezt tapasztalta, érezte még a próbák közben is. És áldunk és magasztalunk, hogy ez mindig így működik. Bármilyen nehézség, próba közt is kell élnünk az életünket, kell végigvigyük azt a pályát, amit nekünk kijelölsz, akkor is tapasztalhatjuk, átélhetjük, hogy te ott vagy velünk, mellettünk, velünk, mert szeretsz. Mert teljesen mindegy, mi a körülmény, mi akkor is életre hívott emberek lehetünk. Mi pedig csak azért, mert bűnbocsánatot és kegyelmet nyertünk. Nem azért, mert vagyunk valakik, pont azért, mert nem vagyunk senki. Mert mint senkik lehetünk gazdagok. Így kérünk, Urunk, hogy mutasd meg gyengeségeinket, amelyek talán éppen pont a mi erősségeink, úgy gondoljuk. Légy hozzánk irgalmas és formálva életünket, a te bölcsességed szerint. Imádkozunk különösképpen Úr Jézus a terhordókért. Imádkozunk, akik nincsenek közöttünk, mert nem lehetnek közöttünk, a magányosokért, az otthon lévő, élő idősekért, az öreg otthonokban lévőkért. Imádkozunk különösen azokért, akik így öregedtek meg, hogy szorítják azt, ami igazából értéktelen semmi, és az érték nincs ott a kezükben, nincs ott mellettük sem. Légy igalmas hozzájuk, és kérünk, Urunk, hogy te formálj bennünket mégis, mint eszközeidet. Hogy bár az égvilágban semmi előnyünk, vagy okunk, vagy érdekünk nincs, hogy mi megáldogassuk őket, hogy elmenjünk hozzájuk, hogy szeressük őket, időt töltsünk velük, hogy rájuk nézzünk. Mégis. Lehessünk éppen mi azok, akiket megtesszük. Csak és tisztán és simán szeretünk. Így használom életünket, Urunk, felszem csak felül bárki más felé, hogy te munkát mutasál, Urunk, hogy ne minket dicsítsenek, bár ezt szeretnénk persze, légy hozzánk egyenlős Úristen, hanem egyedül téged, rajtunk keresztül. Ahogy te adatokat értünk, Urunk, kérjük, hogy mi is így ülünk adat neked, és benned egymásért. Urunk, áldunk és magasztalunk a nyárért, áldunk és magasztalunk a pihenésért, sőt, az is köszönjük, hogy még a nyárban, a pihenésben is ott vagy, jelen vagy. Én köszönjük, hogy alkalmat kérted bizonságtételre, hitvallásra, áldunk és magasztalunk érte a háborúk ezt, vagy éppen át. Kérünk, hogy gyermekeinkért, a nyarukért, légy velük, erős meg őket. Imádkozunk az úton lévőkért, a békés és boldog megérzésért, a bizonylátás öröméért. És kérünk, Urunk, hogy te erősed bennünket a pihenés után, adj nekünk erőt, megújult erőt a munkavégzésben, hogy bármit végzünk is, lehessen minden a te dicsőséged. Hiszen egész életünk arra van. És végül, Urunk, kérünk a táborunkért, nyári táborunkért, hogy te hozd be minél többeket. Te formálod lévők szívét, életét, tekedés az alkalmakat, beszélgetéseket, lehessen pihenés, és lehessen nagyon lelki, megörülni az alkalmat a neve dicsőségére.
Így kérünk végül, hogy folytasd bennünk az imádságot, ahogy mindig. Így meg szívünket, életünket te előtted. Lehessen élő, meghitt, bensőséges kapcsolatunk mindenkor veled. Szeretünk megváltozni, drága mennyi atyánk, a Jézus Krisztus által. Amen. Most kérem, hogy felhangon, így álló maradva mondjuk el a rúgdodó imádságot, hiszen azt mondta az Jézus, hogy ti azért így imádkozatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a nevedet. Én alatt országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a föld is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk. És bocsáld meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenük vétkezőnek. És ne minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és dicsőség mind örökké. Amen. Kérem testvéreket elfoglalni. Nagyon sok szeretettel köszöntöm kedves vendégeinket, a templomba, Isten asztalékát, és tartsa meg őket, és nagyon eredményes boldog nyaralást, és eredményes boldog hazaérkezést, végzett szolgálat munkát, Isten keresését. Szeretettel köszöntjük a itt lévő minden testvérünket. Testvérek, holnap után a templomban lesz egy gyász istentisztelet. Bodó Imrétől fogunk elbúcsúzni. Bodó Imrétől, akik a képét tetszenek látni, aki 36. december 2-án születésnapjét Jós Adrikára kórházban halt meg US Ministerbe, és 11 órától kedden lesz a gyász Isten tisztelet a templomba. Kérem, ahogy ismertük őt, sokan vagyunk ilyenek, jöjjünk el és búcsúzunk el tőle. Bár a család nem lesz itt, hiszen itt nem volt családja Vancouverben, Magyarországon annak szerette ide, ahogy ismertük, kérem, hogy halljuk az igét is, annak a bátorításával, vigasztalásával, megyünk tőle a végsőkúsúgyi templomba, kedden, 11 órától, aki megtölteni, kérem, szeretettel várom a templomban. Figyeltem azt, hogy egy technikai hiba miatt ez a plakát már nem érvényes. Ami azt jelenti, hogy nem lesz piknik. Nem lesz piknik kint a Horváth parkban, és nagyon kérek mindenkit, hogy aki most hallja, az adja tovább, hogy nehogy valaki fölöslegesen kimenjen. Nem lesz tehát augusztus 20-án a Horvátok kertjében piknik, ami be lett hirdetve. Ez nincs elemben, lesz az istentisztelet után a Magyar Házban megemlékezés, amelyben úgy alakul, hogy úgy néz ki, hogy én mondom az ünnepi beszédet. Mindig szeretettel várunk és hívunk, lesz egy műsor, és ez lesz augusztus 20-án délután a Magyar Házba. Tehát istentisztelet után mindig várunk, menjünk át a Magyar Házba, és ott lesz megemlékezés augusztus 20-án. És azt jelenti, hogy ebben az évben tehát a Magyar Háznak nem lesz piknikje a városban. Augusztus 27-én viszont lesz egy kiállítás, megnyitás a közöttünk élő különféle képzőművészek, amit ez már az 5. alkalom, állítanak ki közöttünk, és ennek a megnyitása lesz 27-én, amely egy 7 éves titka délután 2 órától. Azért nem hívok erre senkit, mert mindenkit hívok és várok arra, hogy mindenki ebben az időben nálunk lesz a táborban, hacikléken, ami augusztus 25-26-27-én lesz, és mivel ez azról ütközik, ezekém az, hogy az a megnyitóra nem menjenek el, de viszont menjenek el majd a hétközben megnézni az előadást, illetve a kiállítást.
és jön el mindenki, mindenkit várunk, még mindig el lehet jelentkezni, még mindig vannak helyek, ugyan korlátozottan van még hely, mindenkit várunk, tessenek jelentkezni, tehát augusztus 25 péntek, 26 szombat és 27 vasárnap, gyönyörű szép helyen, egy igen igazából félsziget szerűség, amely a tóba benyúlik, mindjárt a tó közben partján, vízicsúszdával, meg hajóval, csónakkal, meg mindenféle nagyon szép dologgal. Vannak benne ilyen bungalószerűk is, van benne egy ilyen motelre emlékeztető hosszabb konferenciaközpont ház, az a hosszabb konferenciaközpont ház lesz a miénk, abban vannak a szobák a miénk, és vannak benne lehet majd, vannak benne nagy termek is, hol lehet beszélgetni, ott lesz a mi táborunk, és még szeretett várunk erre a két éjszaka, 5 étkezés, 128 dollárba kerül egy személyre, és 109 gyermekre, mindig is szeretett várunk, tehát ebben a táborunkban, augusztus utolsó hétvégéjén. De a tábor idő alatt is lesz istentisztelet itt a templomban, mégpedig Szamokhoz Lászlóan úr fogja hirdetni az igét azonnal, akik mégsem jönnek el közénk. Vannak ilyenek persze, akik egészségokból vagy másokból nem tudnak, hogy nem akarnak eljönni. Azonnak is lesz istentisztelet a templomban. Augusztus 21-én Szamokhoz Lászlóan lelkész úr fogja hirdetni az igét a templomban. Szeptember 9-én szombatra és alkalmatlan Magyarházban jótékonysági koncert rendeznek a tűzkárosodtak javára. Azt tervezik, azt szeretnék, hogy egy családot vagy egy valamit, aki tudnak, hogy ott ilyen tragédiámon keresztül egy személyt segítenek meg az az összeggel, amit ott a bálból és a muzsikálásból összejön. Kérem, akit ez szívesen támogatni, menjünk el minél többen erre az alkalommal is. Az uradunk hálát érte, hogy Tarkó Sándor itt van már közöttünk, és jár közünk templomba, és azon a hosszú nagy kezelésen és beavatkozáson túl van, és kérjük Isten veletok, hogy megtérte továbbra is. És kérjük imádkozunk továbbra is betegeinkért. Tóth Zsombor továbbra is bőrnövő van, bőrnövi kórházban van. Valószínűleg át fogja onnan szállítani máshova. Van nála fejlődés nagyon lassan, de reméljük és hiszük az Úrba, hogy ez a fejlődés tartós lesz nála, és tovább tud lépni arról a pontról, ahol jelenleg van. Tud kommunikálni, de reméljük, ami legfontosabb, hogy fog tudni beszélni Zsombor előbb-utóbb, és meg is fog erősödni Zsombor. Kommunikál értelmesen, de az lábot eléggé továbbra is súlyos. Jól mondtam? Kérem, itt a lapon föl van sorolva több mindenki más, akik betegek, vagy magányosak, vagy idősek, vagy nehézségen esnek át. Kérem, imádságot hordozzuk egymást, vagy akik is, akit ismerünk, kérem, keressük meg, és ápoljuk kapcsolatot. Minden más, ami a lapon van, kérem, tessenek elolvasni, átolvasni. Én azt gondolom, elmondtam mindent, ami igazán fontos és lényeges. Demeter Zoltán nem látom, Németh Zoltán itt van közöttünk, de Demeter Zoltán nincs közöttünk, ezért szeretném megkérni Sinka Istvánt, hogy végezze a szolgálatot. Köszönöm szépen. Közben nem tudom, dudoljuk valamit, vagy csendben imádkozzunk és végezze a szolgálatot. Ahogy mondja az ige, jókedvűen alakozzunk a jókedvűen szerető Isten. Áldunk és magasztunk az életét, amelyre legyik fel bennünket, és köszönjük, hogy olyan sok mindenben módosul az életünk, amit a veled járunk. Dicsőnk és magasztunk érte, hogy
értelme és teljes élettel akarsz nekem ajándékozni, aminek egyetlen akadálya a bűn. Kérünk át, hogy tisztíts életünket, formált, mindenkább lehessen a te dicsőségedbe teljesen tiszta, ahogy te szeretnéd látni. És lehessünk hatását közül a dicsőséged munkálásában. Drága megváltunk, kérünk ez az összeg is, amelyet összegyűlt. Ez is az egyházon keresztül, ami munkánkon keresztül, amit neked végzünk. A te dicsőséged szolgálja. Köszönjük. Amen. Kérem, testvéreket kell foglalni. Keressük ki, kérem, a 476-os számú záróanyagunkat. Próbáltam olyanokat választani, amit ismertek meg, és talán hangszer nélkül is a gyülekezet tudja énekelni. Dávid, hol van? Vissza kéne hívni. Ő az elész. A 476-os számú éneket keressük ki, és énekeljük el. Fel, barátim, drága Jézus zászlaja alatt. Ez ismert, én gondolom, hogyha ezt énekeljük, mindenki fogja tudni énekelni. Fel, barátim, drága Jézus zászlaja alatt, rajta bátra megsegít és győzelemet ad. Bízzatok, mert Jézus eljön, ő a fő vezér. Zengje hajtunk hozzá, esünk győzelemért. Lám a sátán serget alkot, szembe törni kész. Arreg bátra, harcosokra, bátorságra vész. Bízzatok, mert Jézus eljön, ő a fő vezér. Zengje hajtunk hozzá, esdünk győzedelemért. Szóljon a kürt, fellobogjon győzedelmi jel. Íre Jézusunkat még mi győzni kell. Bízzatok, mert Jézus eljön, ő a fő vezér. Zengje hajtunk hozzá, esdünk győzelemért. Harci zajban, küzdelemben, oldalunkon áll. Benne higgyünk, ő segít meg, szívünk harcinál. Bízzatok, mert Jézus eljön, ő a fő vezér. Zengje hajtunk hozzá, esdünk győzelemért. Kívánunk felé is pedig az áldást. És végezetül az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istenek, a mi atyának szeretete, és a Szentek Isten megáldó és megőrző közössége legyen most is örök.